Az egészséges kapcsolat szabályai. Soha ne könyörögjön szeretetért, vagy valaki tud önt értékelni, vagy nem. Soha ne vesztegesse idejét olyan emberekre, akik csak valamit akarnak öntől, de nem önt, mint szemét. Akik azt akarják, hogy ön törődjön velük, de nem akarják megadni ugyanazt a törődést és figyelembevételt önnek. Soha ne fogadjon el tiszteletlenséget valakitől, aki közben azt állítja, hogy önnel akar lenni. Ha valaki tiszteletlen, nem fogad el emberként. Tehát itt ön csak egy szolgáltató lehet részére. Soha ne kérje a párját, hogy maradjon, ha el akarja hagyni önt. Aki el akar menni, annak mennie kell. Ellenkező esetben koldúsa teszi magát, és ezzel önértékelését veszíti el. Ha valakinek már a kapcsolat kezdete előtt sok problémája van, magas adóságok, függőségek, pszichikai zavarok, akkor előbb a saját életét kell rendbe tennie, mielőtt másokkal megosztana az életét. Tehát ne vegye magára azokat a problémákat, amelyeket ez a személy magával hoz. Ha megoldjuk mások problémait, azok a problémák csak folyton vissza fognak térni, mivel az érintett nem tanulta meg azokat megoldani, elkerülni, hiszen nem volt következménye, azaz önnek volt, neki nem. Lehetőleg ne fogadjon vissza olyan embert, aki elhagyott egy másik emberért. Ennek a személynek ön csak a második választása, és amint lehetősége adódik rá, ismét hátat fordíthat önnek. Kivétel lehet, ha egy nagymértékű életfeladat elől megfutamodott. Aztán rövid időn belül rádöbbent, hogy ez az életfeladatok elől nem lehet elfutni, és aztán elfogadja azt. Ilyet látunk például házasság, gyermekvállalás előtt. Ha az érintett még nem áll készen ezekre a lépésekre. Itt csak akkor lehet egy kapcsolat folytatás, ha a menekülő személy saját igénye alapján fel tudja vállalni azt, amitől menekülni akart, mivel felismerte, hogy ez az életének egészséges része és saját képességei igen, is megfelelőek. Itt tehát nem egy másik embert választott, hanem valamitől menekült, amit nem tudott megoldani, vagy túl nagy feladatnak tekintett. További kivétel lehet, amikor energiahiányossá válik egy kapcsolat. Egy fontos szükséglet teljesen hiányzik a kapcsolatból, amit a hiányt tapasztaló személy kintről próbálja pótolni. Itt csak akkor lehet egy kapcsolat folytatás, vagy újraélesztés, ha ezt a hiányt egyértelműen definiálják, és együtt gondoskodnak annak felszámolásáról. Itt tehát nem lehet arról szó, hogy ezt a hiányt viselje el a másik fél. Fontos, hogy nem egy másik szemét választott valaki, hanem valamitől menekült, vagy valami hiányt próbált pótolni, miután ezt a hiányt egyértelműen jelezte párjának, és az nem akarta figyelembe venni, de nem egy másik személy a kiváltó ok. A párkapcsolat és a barátság két különböző kapcsolatfajta. Egy valódi barátnak megmutathatja a gyengeségeit, de a párjának csak korlátozott mértékben mivel ez elbizonytalaníthatja őt, és egy konfliktusban felhasználható lesz ön ellen. Soha ne harcoljon harmadik személyel a saját párjaért. A párja dönti el, hogy megnyílik-e egy kívülállónak. Ha igen, akkor engedje el ezt a szemét, vagy lehetőleg még segítsen neki a pakolásban. Soha ne válja el a párjától, hogy fizesse az ön számlait. Itt egy megalapodásra van szükség az egyes személyek anyagi lehetőségeinek megfelelően. Két bevált lehetőség van, vagy világosan meghatározott felelősségi és döntési jogosultsági körök az élet területeire és azok költségeire, vagy a költségek jövedelem szerint százalékos megosztása. Ne engedje, hogy párja olyan barátot tartson, aki egyértelműen potenciális partner pótlikként szolgálhat. Ez nagyon gyorsan, akár akaratlanul is háromszögeléshez vezethet. Amint a párja elkezdi önt, másokkal összehasonlítani. Ideje világosat tenni, hogy ön nem versenyez másokkal, és ha az, amit ön ad, nem elég a párjanak, akkor nem önt kereste. A párjanak vagy van igénye arra, hogy önnel legyen, vagy nincs. Nem szabad, hogy deformálja saját magát csak azért, hogy valakinek a kedvébe járjon. Mivel akkor, Azaz az másik ember nem önt fogja szeretni, hanem ezt a másik valakit, akinek a szerepét játsza párja részére.